Néző bolyongásunk során visszakeveredtünk a nappal megismert többszintű csomópont az Akasaka Hotel környékére. Igaz, nem véletlenül. Egy hajnali interjú még várt ránk. Tokió egyik legelőkelőbb hoteljának, az Akasaka Hotel éttermében vagyunk. Az Altelibe étterem nevet viseli ez, és a hangulatos muzsikát Suhabalok Kálmán és együttese szolgáltatja. Mintegy egy éve játszik már itt ez az együttes. Az étterem vezetőjét kérdezem meg, hogy emelkedette a forgalom azóta, mióta a magyar együttes itt játszik. Andarinoga tudamba nyihonyi kitekara kekuszánnókazóba fújemasztaka. Tottimo fújemasztá. Megnőtt a vendégek száma. A tolmács szerepére Mátyus Sándor, a Magyar Nagykövetség sajtóhatasséja vállalkozott. Még egy kérdés az üzletvezetőtől, hogy megtanult-e már valamilyen magyar nótát ez alatt az egy év alatt? Zsuzsi, kareva ichinenkan kokode enso suru tokini nanika hangari no uta o oboemastaka? Oboe desu ka? Téma song no yo estet kiba no. Köszönjük szépen! Melyik az a szám, amit a legszívesebben hallgatnak a japánok, a japán közönség? Hát a sok szép magyar nóta közül, amit mi eljátszottunk egy év óta itt, talán a következőt ragadnám ki. Na hallgassuk akkor meg, azt hiszem a magyar közönség is szívesen fog hallgatni néhány taktust belőle. Túra és filmünk első része e tokiói pillanatképekkel ér vége. Alig lehetett betelni a látvánnyal, pedig ideje lett volna már lepihenni, hiszen másnap reggel 10 órakor a világ legpontosabb és leggyorsabb vonata, a Hikari Express indul velünk Kyoto felé. A jövő heti viszontlátásra!